Úgyhogy ki az, aki konkrétan látta a filmet, mondjuk jelenlévők közül? Hát, az szó, de addig ne kapcsoljuk fel a villanyt, amíg beszélsz? Nem, mert nem akarok beszélni, csak ezt mondtad, egy negyedórás rövid filmet fogok bevetíteni, amit tavaly készítettünk, én írtam és rendeztem, és hát utána próbálnánk el valamilyen együtt gondolkodni, hogyha sikerül valamilyen szinten kapcsolódni fog előtte már a hangulatokhoz is. Kérdés, hol lehetett, vagy hol lehet látni a filmet? A YouTube verziója van, egy picit lerövidített változat, ez a YouTube-on fent van, egyébként DVD-n, csak elfelejtettem ide kipakolni a sok DVD-t. Tehát is lehet kapni. A DVD nem csak a film van rajta értelemszerűen, ami ugye a YouTube-on is megnézhető, egy picit kódítása, hanem két órányi extra interjúk főszereplővel, velem, webfilm, mit tudom én, rendezői kommentár, hangsáv, stb. Nem lesz második kész. Hát most biztos nem, mert először ne kéne forgatni. Martin, de meg nem áll ez olyan messze a valóságtól, nem olyan morbid. Éve árulnak az interneten olyan gumihüvelyt, amit az urak otthon használhatnak. Elektromos. Igen. És... Te tudod. Látni is. Ja, én nem, csak hallottam róla. Mindegy az árulat. És képzeld el, hogy a párja a hölgynél működik benne. Jaj, értem. Tehát amit te ott csinálsz, az közvetíti a mozgást. De a filmről jutott eszedbe? Nem, arról kérdeztem, hogy szex lesz. Már megvan sajnos. Csodálatos a film jövő. Jó. De ezt megcsináltak már iPhone-ra is egyébként. Igen. Bugyin keresztül, igen, felveszi az illető, és iPhone-nal tudja működtetni. Olyan vagyok maradni. Hogy hogyan izgassa magát. Vagy a párját esetleg. Csodálatos. Úgyhogy a interneten azon rögtek az emberek, hogy milyen jó lesz, amikor a metró utazik valaki és éppen. Nem vicces, de észre se vennél. Igen. Tényleg ezt az 1138-ot látod? Nem. Azt hiszem felmerült valamikor valahol, hogy valamennyi hasonlóság. Igen, van egy hasonlóság, azért kérdeztem. Vannak hasonló filmek, igen. Nyilván ez nem lehet újat kitalálni, mindent megírtak már, hogy megcsináltak már. Nekünk csak le kell tölteni a kozmikus tudatból. Már a Védákban van célzás. Minden? Igen, már Védák. Jó, hát, de most ez nem probléma, szóval most nem is érdekes. Tehát, hogy most itt a Zsolt előtt ez a szex, mondjuk én pedig három dolgot, tehát hogyha rögtön észrevétel ezt az ember, hogy van egy ilyen szex tablet, a hiányzott belőle. A másik az, hogy a politikaiak korrekt, meg hát ugye női tanács mit szól, mert nem kapott elég szeretet a második nem vagy, hogy Boboár nevezte a második nevet. Tulajdonképpen a soundtrack most tulajdonképpen az bizonyos dolgok, hogy van soundtrackosan hagytam ki. Azért a kérdés azért van, hogy most nyilván el fogod mondani a filmből, tehát én úgy gondolom, hogy erőteljes tendencia, ami megfigyelhet a világon már bő évszázada, az hát igazából egyrészt mindenféle különbség és legzetesség eltüntetése, vagy legis megakadályozása, hogy építő szinten jelenjenek meg. Ezek a különbözőségek a nemek közötti különbségek és szerepbeli eltérések ugye nagyon erősen meglettek bolygatva, és azt gondolom, hogy ez elsősorban inkább a férfi nem ellen is, de elsősorban inkább a nőiség ellen irányul. Tehát úgy gondolom, hogy a világban egy létező tendencia a nőiség, mint olyan megszüntetése, ami esetleg későbbiekben erről beszéltem a több előadáson, és a legutóbbin is, amit az eltén tartottam, hogy a női nem, tehát fizikailag is eltörlik, és hogy automatikus a megszűnik, automatikusan megszűnik a férfinál is nyilván. Igen, de a férfi nap a csökevénye lesz az a fajta drón, amiben operálni akarnak.
és a mennyiség teljesen eltűnik. Most az embertelenedéssel, gépésedéssel kapcsolatban az az első logikus kérdés, ami felmerül, hogy akkor ez kinek jó? A gépnek, amelyik az egészet, vagy a gép mögött van az a kopasz, aki nem tudjuk, hogy kicsoda, és annak, és annak miért jó ez az egész tulajdonképpen, és hogyha semmi értelme nincs az alattvalói tevékenységének, akkor mégis hogyan működik a társadalom? Mi állítja erre a tanulcsákat meg? Hát, jót azt felejtem, és itt arról, hogy jónak az érdekében. Hogy van? Itt nincs szó arról, hogy a jó érdekében. Nem, jót nem erkölcsi értelemben értettem. Miért jó annak a helyet? Tudom, nem. Mit élvez rajta, így értettem a kérdést. Hát van, tehát így öncél volt valóban. Hát nem jó egyébként, nem jó, de... Szerintem így tényleg belemként is jelent. Ja, igen, ezt mondom, úgy hívják, hogy Rothschild meg Rockefeller. Jó lett veszed. Mindenki szeretett csodálják, meg mindenki kedvét, keresi mindenki természetesen. Hát miért a fagyönynek miért jött kigyűl a fal végén, érted? Tehát nem tudunk el. Tehát ideig volt, tehát neki van egy szeretet, kivesz a végtelenből, és abban a szeretben marad. A második rész egyébként, hogyha valahelyek hiszen nem hiszem, hogy elfog, de abban ez a fő gonosz, úgymond, ez megjelenne, mint szereplő, és igazából kiderülne, hogy egyfelől ő a legszabadabb egyén az autokráciában, mert ő volt a legfőbb autokrata, ő irányítja az egészet. Másrészt viszont tulajdonképpen ő a legbetegebb mindenki közül, és ő az, akit a leginkább a félelem húzsba köt. Ja. Ez egyébként az összes diktatúrára jelentő, tehát Sztálin épületeket állandóan megölik, mert Saddam Hussein és akkor is ott jön. Saddam Hussein állandóan a géppisztolyt tartott. Aki fél az irányítani, akkor igen, mert amit irányítok, az... Mindenkori amerikai erőtésig azért szó, ezt nem Saddam Hussein. És akkor már ő jutott eszembe. Azért ez egy kicsit nagyon le van egyszerűsítve, mert hajazik az ember kísérleteire a patkányra, amikor ezt a csodát megnyomja, akkor kap enni, ha azt a csodát megnyomja, akkor kap inni, és ha egyrészt elkerül, akkor nem rázza meg az ára. Szóval szerintem idáig azért nem lehet elvinni az emberiséget. Hát, vajon 1000 évvel ezelőtt gondolták-e volna az emberek, hogy idáig el lehet, hogy jól most vagyunk? Ez már tehát a cél lehet-e? Az mindegy, hogy nem sikerül, de a cél lehet, nem? Hát de mi értelme van? Ez egy öngyilkos cél. Gondolták-e a bronzkorban, hogy színalapú lesz egy szerencsére, ezt már itt egy előadás, hogy meghajol, hogy jövő a színcívalapú is. Tehát hogy mondjam, tehát tulajdonképpen a filmben semmi olyan nincsen, ami csak fikció lenne. Minden olyan, minden egyes mozzanat és minden egyes dolog, ami megjelenik, szimbolikusan a jelen valóságon alapul. És azt erősíti fel és parodizálja tulajdonképpen. Igen, most is már ebbe élünk tulajdonképpen, hogy tehát itt nem a jövő most gyerekek már így jelent. Hát itt több rétegre, több szinten lehet. Amikor azt mondta, hogy gyere velem a valóságba, akkor azt mondja, terrorista. És igazából most ugyanezt éljük, azt mondom, ez volt az egész filmnek a lényege, hogy bárki mondja az igazat nekünk, a valóságot, ami akár lehet egy vallás, vagy egy filozófiai rendszer, és hogyha kicsit is diktatórikusan teszik, tehát mondjuk úgy, hogy erősebben, keményebben fogalmaz, akkor azt mondja rá a média, ez nem igaz, ez a sátántól való, ez terrorista, ez akármi. Ez a kapitalizmusnak az utolsó 5 percet. Ez kétségtelen, de ott vagyunk, hogy az emberek azt mondják rá, hogy ez terrorista, és ráhúzzák ezt a média által kreált ellenségképet. Régen ez kulák volt, mondjuk, tehát meg voltak a megfelelő ilyennek, tehát a kulák ugyanazt a szerepet töltöttek valamikor, hogy most a terrorista. Csak ez már nem is jelent a lézer. Mindig kellett egy ellenségkép. Nekik. Ez ezeknek. Minden rendszernek, minden esterzséges hatalmi rendszernek kell ellenségkép. Kérdés, hogy a rendszerekkel, hát az illető maga mondta rá, hogy terrorista. Választatott volna más. Jó, a kettőség, amiről beszéltél, a kettőség bele van építve az emberbe, tehát mindig kreál magának egy ellenségképet. Tehát
akarom elvenni a szót ellen, úgyhogy már nem tudom, muszáj mondanom, amit előtte a Enikő emberképet felhozott, ott szó sem lehetett arról, hogy ez a jó ember, azt mondja, hogy terrorista, mert más volt a szemlélete, más volt az élete világképe. Az, hogy most ez a szegény, egyébként kedvesképű rabtársam erre úgy válaszol, hogy terrorista, amikor megjelenik valaki, az a döbbenetes dolog, hogy magam is ezt teszem, ha nem is így egy-egyben durván. Tehát elutasítom, közvetve vagy közvetlenül elutasítom azt a természetes életmódot, amit a másik felajánlana és mondaná. Lehetne mondani, hogy te nem annyira, így igaz, én nem annyira, tehát nem én Krisztát tisztelem, és ennyire egyértem, mint hogy itt a főszövető mutatja, de föld sorakoztathatnám én is, hogy hány ilyen számba adott és a tudatomba átmosott dolgot magam is akaratlan terroristának nevezem, és azt szerint is cselekszem, és azt hiszem, hogy jót teszek. De ha jól értettem a filmet, pont attól, hogy terrorista illető, hogy jót akar, illetve jót akar, most ez rosszul hangzik, akar, de hogy arra próbálta rádöbbenteni a tablettelőt, hogy hát ő a szomszédja, tehát hogy kicsit, nem, hát pont ez a terrorizmusnak az ismérve a mai világban, nem? Hát valami ismeretlen dolgot kínált neki, aki ezzel a félelmet, a közvetlen kiváltója az nyilván az volt, hogy felszólító mondatot használt, mert azt a terroristák használnak, az autokráciában nincsen felszólító mondat, ugye kijelentő módon egyes szám első szemében beszél az egyénhez a gép, és úgy mondja neki, hogy most éppen egy mit akartam, mit gondol, meg mit érez. Tehát az, hogy ez ugye úgy volt megírva a dialógus, hogy mondott egy felszólító mondatot, és akkor elkezdte, hogy terrorista, és akkor mondott még egy felszólító mondatot, hogy hidd el, hogy nem is léteztek soha, meg kelj fel, gyere, tehát elkezdte halmozni a felszólító mondatokat, és így tulajdonképpen a kicsit ajtós rúgantott a házba. Tehát ő se tudta, tehát igazából itt egy olyan helyzetben állunk szembe, ahol egyikőjük se találkozott még soha egy másik emberrel az életében. És fogalma sincsen, hogy hogyan kell egy másik emberrel beszélni, vagy hogy mit kéne mondani, vagy mire kéne vigyázni. Viszont a fejébe tett mondatok azok ott működtek. Tehát ő nagyon, az a kopasz fej által képviselt hatalom nem csak kérdéseket gyárt, hanem feleleteket is gyárt. És az egyik ilyen felelet a terrorista szó. És mindig a befolyásolt tartalmával éppen ki a terrorista. Persze, hát a főszereplő tulajdonképpen programozó van. Igen. Az egyetlen különbség a két szereplő között, hogy a másik, aki bejött hozzá, az valamitől öntudatra ébredt, valamitől rájött, hogy ő nem egy program, hanem ő egy önálló lény. Van egy ilyen mondat a Rabindranath Tagornak, hogy remélem, hogy nem tartozom azok közé, az emberek közé, akik nem tudják, hogy börtönbe születtek, mert ugye az azt jelenti, hát nem pontos az idézet, csak mert ugye az azt jelenti, hogy azoktól nem csak a szabadságot vették el, hanem a szabadság utáni vágyat is. Tehát, hogy az nem probléma, hogy valaki börtönbe is ezt tudja, az a probléma, amikor már ezt valaki nem is érzékel. Na most valami ilyes, tehát én nekem, én meg ezt érzékeltem a filmről, hogy valaki, nekem ez már nem is probléma. Tehát nem az a lényeg, hogy én most egy ilyen helyzetben vagyok, hanem már nem is vágyom arra. És mert hát tulajdonképpen ugye csak egy függvény választja el a külvilágtól, tehát fizikailag nincs is korlátozva abban, hogy kimenjen az autokráciából. Már nincs rá szükség. Ja, így van. Tehát, hogy már az igényt is elvették, már az igényt. Én azon a szerencsések között tartom, hogy nem először látom, és olyanokat is felfedeztem egy másodjára, amiket először nem. Ezt a hatalmas humort, akkora humor van benne, de magamra rövök félreértés, ne esik, tehát nem úgy, nem egy poénet
Igen, az az ellenmondás ebben a filmben, amit nem szándékosan csináltam, nem így akartam, vagy így sikerült, nem is tudom, hogy miért, hogy egyszerre valahogy hogy vontatott, és ugyanakkor viszont nagyon sűrű. Igen. Tömény. Tehát ötször, nem tudom, mert én mindent tudok, hogy benne van, mert én írtam, de szerintem ötször-hatszor megnézi az ember, és mindig talál benne valami. Azon kívül nem tudom máshogy van, majd megbeszél saját magával, én egy tükörnek is láttam ezt az egészet. Az én számomra egy tükör, aztán el lehetne kezdeni részletezni, hogy mennyiben, miben, most ebben nem megyek bele. És a harmadik dolog, amit itt hirtelenben, hogy erős párhuzamot találok, és időbeli korszerűsítést a Platón barlang jelenlétével, hál' Istennek, de nem úgy látom, hogy egy másolás lenne, hanem gyönyörűségesen felhasználni azt a gondolatot, nem tudom, ki ismeri ezt a Platón barlang jelenlétével. Tulajdonképpen igen, igazából egy idealizált jó, vagy egy általános jó nem jelenik meg a filmben. Platón barlang érdekes egyébként. Én a Platón barlangját úgy ismertem meg, hogy ennek a filmnek közé tettem a szinopszisát, amikor elkezdtem segítkezeket, erőforrásokat toborozni az interneten, és valaki erre beküldte a Platón barlangját, hogy na, itt van ez, erre hasonlít. Tehát gondolom, hogy így nagyon általános témája a filmnek, az úgy valóság határa, hívnak feszegetése, ez biztos, hogy visszavihető az emberiség hajnaláig, tehát azóta, mióta az ember a Földön él és gondolkodik önmagáról, meg a világról, azóta feszegeti ezeket a láthatatlan határokat. Tehát nem csak azóta, mióta ilyen eltöstelen hatalom van, mert szerintem nem mindig volt eltöstelen hatalom. Nem, szerintem így általánosságban, hogy a létünk láthatatlan határai, ez mindig is érdekelte az embereket, hogy mik lehetnek azok a határok, amiket azért nem tud túlépni, mert nem is érzékeljük, hogy fel se tudjuk fogni őket. Klára, mondja? Nekem az jutott eszembe, hogy a japánok, akik annyira munkamániások, hogy ők csináltak egy ilyen kapszula rendszert, hogy már nem érdemes haza sem menni, hanem olyan sokáig dolgoznak, hogy összesen egy akkora, hogy csak éppen meg tudjon fordulni, de a televízió azért legyen benne, és az is egy elemlékeztetett nekem. Ez az előtte való lépés, hogy agyukra megy a munka. Nem is veszik ki a szabadságot. Tényleg így van, szóval kikérjük magunkra. Tényleg úgy kell bemászni, mint ahogy a sejtbe bemászik a kis jószág. Volt ilyen autóbusz különben Magyarországon is láttam, nyugatról jött, hogy turistákat szállítottak, és ilyen létszög alakú lukakba laktak a buszba, tehát úgy kellett bemászni. Mint a kuset. Igen. Talán egy kis koporsóba. Így volt a legolcsóbb. Hát így utazás. Most tulajdonképpen ennek az egésznek az a trükkje, hogy ki az a hatalom, amelyik az egészet csinálja. Ez tényleg egy gép, hogy mögött egy ilyen sátáni figura van, aki a James Bond filmekben, tudjátok, mindig van egy gazdag ember, akinek rohadsó pénze van, és a virágburalma tör még a tetejével. Hogy ez a poénja, mert ezt nem tudjuk még egyenlőre, mert ez a második résznek a hova elkészül a poénja. De itt vannak különböző variációk. Nem tudom, olvast-e valamelyikőtök Stanislav Lemnek azt a kis regényét, amiben nem emlékszem a címére. De az a sztorinak a lényege, hogy egy szokvány fordulattal kezdődik az egész, hogy a földről kiküldött űrhajó vagy űrállomáson fellázadnak a robotok és átveszik az uralmat. És van kiberiádia? Az embereket kiírtják, és valamilyen kiberiádia. Valamelyik bolygó létrehoznak egy saját társadalmat, és akkor a földről küldenek utánuk ügynököket, hogy ezt megtudják, hogy mi folyik ott, és visszavegyék az emberi irányítást. És ezeket az ügynököket természetesen robotoknak öltöztetik, hogy ne tűnjenek fel, mert mindenki robot, és akkor föld ügynököként vaskalapban, meg ilyen vasruhában közlekednek, de mindegyiket leleplezik, senki nem tér vissza. És végül a hős, annak a kisegének a főhőse lesz a következő szuperügynök, ez a James Bond-szerű figura, aki elmegy, és
tényleg ott az egész városban csak rovatok vannak, akiknek az a szórakozásuk, hogy, hogy műanyagból készült embereket és állatokat kínoznak, akik, akik jajgatnak ilyen beépített hangszóróból jön a hang ennek a hatására. És a város téren, amikor bemegy, milyen rengeteg rozsdás, ez a robotnak a drótja, meg a kezei lába jön. Na lényeg a lényeg, végül is elmegy a kormányzó, sikerül neki besetenkedni éjszaka a kormányzó palotájába, és ott kikerüli a folyosón strázsáló alabárdosokat, és bemegy a legfelső szobába, ahol egy könyökvédő és tisztviselő ül egy íróasztal mellett, és egy mikrofon van előtte. Egy ember. És akkor ráparancsol, hogy nyomja, hogy beszéljen bele a mikrofonba, és hívja össze a város egész lakosságát a térre a palota elé. És összejönnek az emberek, és akkor parancsolja meg, hogy mindenki vegye le a fejét. És akkor lecsavarozzák az emberek a vasfejüket, és mindenki ember. Az előtte küldött ügynökök azok mind, azért mindenki azt hitte a másikról, hogy gép. És az eredeti robotok már régen a rozsdatermetőben vannak, a városban senki nem volt robot, ott már mindenki ember volt, csak gép módra viselkedtek, és mindenki már többről hitte azt, hogy robot. Szóval, értitek, mit akarok ezzel? Hát itt a piacban, hát itt is ember. De nem lehet tudni, hogy ez a kopasz, hogy ez a kopasz ez kis ott van. Hát ő volt a mikrofonban beszélő ember. Hát lehetséges. De az egy teljesen jelentéktelen kis figura volt. Tehát egy hát ilyen, mint egy csepp, mint egy gogol. Ez a császár új ruhájában is benne van ez a motivum. Ez is benne van, persze. És hát lehet, hogy a most itt elárultam, hogy szerepel a második részben, egyébként ha megnézi az ember a filmet, hát tulajdonképpen egy arc látszik, amint néz be a kamerába. Most ugye a főszereplő arcát is hogyan a számítógép úgy megmodellezi, hogy a saját arcán, a saját hangján tudjon hozzá beszélni és diktálni neki, hogy éppen most mit csináljon. De hát, még az is elképzelhető lenne a filmet nézve, hogy itt egy szimbolikus alakról van szó, nem egy húsvér emberről, hanem mint a nagy testvér 1984-ben egy olyan jellegű alak. Tehát ez önképpen ez lehet, hogy csak egy ilyen számítógépes kép, amit bizonyos feltételek teljesülések automatikusan jelenik meg a rendszer. Tehát nincs is az egész mögött senki, hanem egy automata rendszer irányítja az embereket, már nem is emberek, vagy legalábbis a filmben kerül, nem hangzik el az ember szó, hanem egyének hívják őket. Ez a főszereplő nem is lázad ellen, hanem gépiesen és befolyásolatának próbálatban csinálja. Most ez csak azért érdekes számomra, mert én nem akarok erősen sem a politikába átmenni, sem egyszerűsíteni, de úgy tűnik, hogy rövid időn belül eladják a hazánkat. És most nem hatáskeresésként mondom, félreértés ne essék, hanem olyan földtörvény van létre, hogy 5 milliárd, fél milliárd ember bárki megverti a magyar földet. Ez törvényben már van, szóval még nincs föltéve a kéz, de a fogalmazás szerint. És hogy ez megtörténhet, ez a mi jelenlétünkkel is akaratlanul, a rábólintással, vagy éppen a félreértelmezéssel, vagy éppen a közömbösségünkkel meg is fog történni. Úgy meg is fog történni. Hogy egyszer csak befejeződik a Trianon, és nem csak a leszeletelés, hanem a megvásárlása is itt lesz a Földnek. Kiki gondolja bele, nem akarom ezt továbbvinni, de kiki gondolja bele, hogy a maga lelkiismerete szerint keveset vagy többet tette azért, hogy ez ne történjen meg. Én nagyon keveset tettem ezért, félreértésnemség, tehát nem akarok senkinek a szemétre hányni semmit. Én magam keveset tettem azért, hogy ez ne történjen meg. Csak ezt az egész vonulatot azért hoztam ki, hogy ahhoz, hogy ez a kettősség meglegyen, vagy ez a hatalmi, vagy ez a viszony, ez az erkéstelen viszony meglegyen, ahhoz én is kell a személy szerint Bója István, vagy annak a főszereplője, mert ha nem ilyen lennék, amilyen, akkor
ha nem értetném, ha nem tudna belőlem táplálkozni, akkor el is halna. El is halna. Tehát inkább a mindenkinek javaslom, hogy a maga igen értékes életét végig gondolva, hogy vajon forrása lehet ennek a rendszernek a fenntartásához, ennek a hatalmi rendszernek, a, így vagy úgy közvetve a forrása. A másik, hogy ha ez egy gondolatsor, amin érdemes rágódni, akkor ez. De még egyet mondok, ha már így erőszakosan magammal adtam szót. A Zsolt kérdését fölerősíteném, ha nem értettem félre a Zsolt kérdését, hogy vajon egy hatalomnak, bármilyen számomra erkölcstelen mesterséges rendszernek hatalomnak, meddig éri meg az embertelenítés? Meddig éri meg? Tehát amíg gazdaságilag hasznos, még. Vajon ez az állapot még hasznos-e, vagy pedig ez tényleg egy kierősített vonulat? Ha már nem termeli meg önmagát és a gazdag réteg fenntartása a szükséges feltételeket, akkor már nem gazdaságos az egyetem. Egyébként van ilyen a Szép új jövőben, Szép új világban van egy kis rész, egy kis sziget maradt ott, és azt már nem más szempontból nem gazdaságos átalakítani mátrixokkal, meg táblázatokkal, mert sok pénzbe kerülne. Most nekem nem ez a része vetődik fel, hanem az, hogy vajon a mi emberségünk meddig mehet addig le a hatalom szempontjából, amíg még hasznosak vagyunk, tehát mi várható még? A filmből azért, hogy semmennyire nem hasznos az emberi tevékenység hatalom szempontjából, teljesen értelmetlen dolgokat művelnek, és az effektív termelés meg gépek csinálják. Bocsáss meg, befejezted? Vagy igen, igen. Mert én csak azt mondom, hogy két, tehát én ezt a két dolgot, amiről beszéltél, az egyik az, hogy nekem mondjuk egy pillanatig nem jutott eszembe itt a film kapcsán, hogy ez itt egyéről van szó, mert nem egyé volt, hanem ez egy kollektív, nem, inkább egy kollektív tudatról volt itt szó. Tehát ez az egyik, a másik pedig az, hogy meddig mehet el általán, szerintem itt ilyen kérdés nem merül fel, mert itt egy feladatot teljesítenek érte. Tehát, hogy ez a kérdés nem merül fel, hogy ez jó ez nekünk, vagy meddig lehet ezt csavarni. Van egy feladat, meg kell csinálni. Ez, én legalábbis erre, amit te felvetettél, két dolgot, én erre ezt a kettőt tudom. Ezt a két dolgot tudok erre válaszolni, de hát ezt lehet reagálni. De mondom, hogy erre lehet reagálni még mások. Én nekem ez jutott, tehát amit te felvetettél, én ezt tudnám válaszolni, ha megkérdeztél volna, de nem is. De megkérdeztelek, de nincs jelentőségében kérdez felületnek. Egyébként bár te vezényedne, jó, mert én most fényzok. Tehát aki úgy gondolt, hogy szóljon, én azt szoktam teljesen kisiskolás módon, föltetted az eszközön, akkor te jössz. Sőt, ha rosszútól járunk, azt is jelensz. Én akartam kérni, hogy ezt te csináljad, mert neked a több gyakorlatodban. De rosszútól járunk együtt, de miről beszélünk? Mert most te megcsinált egy filmet, mi beszélünk, mindenki mond valamit róla, tehát lehet, hogy neked meg kell szólalni, hogy hát tévúton jártok, mert szó, nem erről van itt szó. Tehát, vagy legalábbis, ha már nagyon elkanyarodunk, akkor szerintem nyugodtan jelez. De ha van közel tényleg az alapgondolatod, akkor megmondasz. Illetve akkor nem mondja semmit, hasznosítja a második részben, ha lehet hasznosítani, nem csak ebből valamit. Hát akkor élek a lehetőségét, Gyuri tette fel az engő eszközét. De azt a kamerához mondjuk. Jó. Jó. Nem vállalta az arcát. Mert a Huxley kapcsán, ugye ő valamint azt, hogy egy kurvanévet írt, egy forgatókönyvet csinált, mint szabadkönyves mester. Tehát ugye abban ő nem hozható föl ide, nem volt jobbító szándéka neki, amikor a szép művelet írt, hanem gyakorlatilag egy programozást segített elő azt a programozást, ami neked a végeredmény, amit most látunk. És ő ezt 1966-ban le is nyilatkozta egyébként a kamerák előtt. Tehát a Huxley-et nem pozitív alternatívaként írtam meg. Ő azt nyilatkozta egy ilyen gyűlésen, hogy büszke arra,
hogy ezt a programkönyvet megírta, és az emberiség ezt így beszokta gyakorlatilag, mint egy figyelmeztetés kvázi. Vette a figyelmeztetés? Nem. Ez nem figyelmeztetés volt, ő szerinte, ő maga mondta ezt. Ahogy az Orwell azt mondta, hogy az 1984 az nem a kódikor, az a polgári demokráciáról szólt. Ő maga nyilatkozta ezt, aztán most már a könyvtárban a hátirányban az van, hogy a szocializmusról meg a kommunizmusról. Meg a diktatúrákról, igen, és közben ez a polgári demokrácia is egy diktatúra, tehát gyakorlatilag arról van szó. A Bolvinnak a legyekúra, ő maga nyilatkozta azt, hogy a televízión felnőtt gyerek is embernek így a hajótövés szembennek, nem pedig az ember természetéből fakad az, hogy mindenképpen kialakult ugye egy idézőjelben egy fasizmus, vagy egy ilyen rendszer. A Huxley megmondta az őt pár társainak, hogy én írtam egy ilyen könyvet, és hogy én hozzájárultam az emberek elbukításához ezzel a programkönyvvel. Ez csak így érdekes, de igazából kérdéseim is lettem volna. Mondja. Most már tényleg a fiatal emberről így el... Bármintól így elmenni a szót innen. De ő nem is akar, ő akar, hogyha szól, fölül meg jelző. Most mondta, hogy szívesen hallgat. Igen, tehát mondjad a problémát. Hát, hogy gyakorlatilag egy provokáció volt a Huxley, a mi szempontunkból, ahogy ő most itt tűnik. És ő szándékosan, mint mondja 1966-ban vagy 67-ben, szándékosan járult hozzá a saját művével ahhoz, hogy az a szituáció, amit itt most a filmben látunk, azon érzelésre jöhessen. Tehát most a Huxley-ről való hivatkozásod próbáltam ezt így. De az egész modern művészet egyébként pontosan ezt a szerepet töltötte be, csak úgy zárójelben mondom. Nem, nem ő volt az egyetlen. Laci jelentkezett, de muszáj hozzászólni. Jó, kérdelemre is utána. Jó, az, hogy ugyanilyen forgatókönyvet érzek én, Cion bölcsét című könyv, egyébként azt mondják rá, hogy hamisítvány, nyugodtan rá lehet mondani, hamisítvány, csak mikor elolvasod, ez is megvalósult. Most hozzászólnék, de a Cion bölcsének jegyzőkönyvére nem azért mondják, hogy hamisítvány, mert hogy effektíve minden, ami benne van, az hamisítvány vagy nem igaz. Azért mondják rá, hogy hamisítvány, mert van egy úgynevezett, hát egy keret története, amit a terjesztői mondanak róla, tehát akik szeretnék, hogy ezt az emberek tudják, azok mondanak hozzá egy kerettörténetet, hogy ez hogy került a nyilvánosságra, hogy egy bizonyos nyílt professzor, vagy nem tudom ki osztja ezt nyilvánosságra, kifolytotta le, és ez úgy tűnik, hogy ez a történet nem igaz, hanem egyáltalán nem onnan származik ez a jegyzőkönyv, onnan mondják, viszont hát arra utalnak, mondjuk én nem tudom pontosan, hogy az mennyire igaz, ezek a legújabb kutatások úgymond ezzel kapcsolatban, hogy szabadkönyvesek írták ugyanúgy ezt is, mint ahogy nagyon sok minden más, és ők nagyon is tisztában voltak azzal, hogy merre halad a világ. Tehát a hamisítványt arra értik, hogy az nem igaz, az a történet, amit mondanak rá, tehát olyan szempontból hamisítvány. Viszont a kerettörténet, viszont maga, amit írnak benne, az... valószínű, hogy úgy van, mert akik írták, nagyon is tisztában voltak vele, hogy merre tart a világ. Tehát csak ennyit. Bocsánat, ezért én is oda tenném azt, hogy ugye 1905-ben... Mondjad. 1905-ben ugye, amikor először jött az, hogy akkor ez igaz-e vagy sem, ugye a bázeli kongresszus, akkor azt mondták, hogy hova tesz az orosz titkosszolgált hamisított. Aztán amikor a 20-as években megint ebből probléma lett a sajtóban, akkor hát a német titkosszolgált hamisította. Tehát mindig ez is egy programkönyv valójában ugyanúgy, mint a szépen világ, ebből szempontból kapcsolódik az előző. Egy programozott formát hiszünk valóságosnak. Én azt gondolom, hogy a magánéletünkben legyünk is sem mentesektől. Folyton vitatkozunk, tehát ugye azt mondják a valóságról, hogy Isis fájta. Arra vetítünk, azt meghamisítjuk, vitatkozunk rajta, hogy és melyik film az igaz. Hát a fájtát kell valahogy félre tenni, mert az összes film ma is, ami azon a fájtomat megjelenik. Mert a valóság mögötte van, de én már így is tudom, hogy felsőltem, mit tudom. Bocsánat, én azt mondom, hogy arra mondják, hogy hamisítvány, tehát hogyha rájössz valamire, akkor azt mondják, hogy hamisítvány, mert ugye hamisítvány a
Szion bölcsei, hamisítvány, a Talmud, a Ruzsénszki például, a hamisítvány, a Rózsadobbi paktum. Tehát ha rájövök valamire, amit ők csinálnak, akkor az abstart hamisítványként van, elkönyve, ilyen egyszerű a dolog. És onnantól kezdve én már hiteltelen vagyok, és akkor ha valaki ezt elhiszi, akkor engem ilyen vagyok a falu bolondja. Tehát ez ugyanaz, összeesküvés elmélet. Igen. Tehát az összeesküvés az nem hiszi, hanem elmélet. Na, tehát így lehet ezzel a dologgal variálni, úgyhogy ezzel nem kell foglalkozni, legalábbis nekünk szerintem ők foglalkozzanak vele, mi meg mosolygunk. Hát ilyen egyszerű a dolog, érted, hogy... Na, bocsánat. Így van az érzett, hogy a Laci már ennek Csaba jól hallottam. Bocsánat, és akkor kérlek. Jó, akkor jó. Laci, Csaba és akkor Zsolt. Amikor feltettem a kezem, akkor még a filmről beszéltünk. Úgyhogy te fogom mondani, hogy ez a sterilitás nagyon tetszett a filmben. Mindig is tudtam, hogy a sterilitás az a halál kezdete. És a másik dolog pedig, hogy a szép jövő, szóval a biológusok azt állítják, hogy gyakorlatilag egy nemzet, ha sok háborút veszít, és a bátrak mindig meg kell halljanak, és megmaradnak a gyávák, akkor a jellem abban a nemzetben gyávul, és a depresszió megnő. Tehát genetikai logikán. Szelekció. Aha. Tehát ez Európában elvezethet egy ilyesmi képhez, hogy megmaradnak azok az emberek, akik hajlandóak a falancba beállni, és egyre jobban önmegvalósítják és erősítik a nemzedékek egymást. Azért ne felejtsük el, hogy nem csak Európából áll a föld, ott van Ázsia, Afrika, tehát azért én nem látom ezt annyira veszélyesnek. És a harmadik dolog, Te csináljuk, hogy bánik, hogyha gondold, akkor válaszolj rá, vagy tegyél hozzá, hogy a filmet látom. Ja, megvan. Tehát azt kérdezném mindenkitől, mert én ezt túl aktuálisnak tartom, ezt a terrorista szót. Értem én, hogy most ezzel megfogtad a lényeget, de nem időtálló, szóval a klasszikus, ha klasszikust akarsz, azt akarsz, amit ezer éve olvastak és jó volt, és ezer év múlva olvassuk, szóval szerintetek mire lehetne kiváltani ezt a terrorista szót? Aki védi, mert ezt nem fogják ismerni száz év múlva, és száz évvel ezelőtt se jelentett sem. De hogy tudom, aki az elkéletét mindig az terrorista. Jó, de még milyen szót lehetne erre a felfogásra, vagy erre a konfliktusra használni? De most ismerjük a terroristát. A kullák is az volt, a kullák is az osztályidegen, tehát mindig a kornak megfelelő titulust kapsz, így van. Tehát megfelel, most a terroristát, de megmondom, hogy mi a lényege. Az a baj, hogy tehát hogy ilyen időtálló szót erre nem tudok, mert ez mindig változik, hogy ezt minek hívják. Tehát most vagy tényleg megfogadtam volna valami időt álló szót, de az nem, vagy már fog azt mondani, hogy a gonosz, vagy az ellenség, vagy valami nagyon általános, vagy pedig valami tök új kifejezést találtam volna, aminek így viszont nem lett volna meg a töltete, mert 15 percben nem lehet felprogramozni egy adott szóra egy ilyen komplex érzelmi töltetet, hogy jó a terrorista, tehát csak a létező jelenleg formálító tendenciákra tudtam építkezni. De nem, szóval nem ragudjatok, de van ennek egy lényege, amit azt kell valami megérteni, hogy a terrorista is ugyanazt akarja, hogy gyakorlatilag egy permanens harcot jelent. Tehát az a lényege, hogy ne legyen vége. Mert ha van egy ország, akit kiszemelek, hogy ő a bűnban, azt le lehet győzni, és akkor mit mondok a népnek, hogy de a terrorista az egy rohadt jó, hogy a kulák is ilyen volt az osztály jelenség, hogy mi a megfoghatatlan, vagy legalábbis bárkire rá lehet mondani. Tehát innentől kezdve egy permanens harcot lehet folytatni, és félelembe lehet tartani bár az egész emberiséget, hiszen holnap te leszel a terrorista, mert a szomszéd azt mondja, hogy egy festéket vettél a boltba, látta, hogy szatyol, lement a pincébe,
biztos bombát akarsz járt. Kész, innentől kezdve. Tehát ez a lényeg, tehát nem az a lényeg, hogy hogy hívjuk őket, hanem az a lényeg, hogy permanens haszonyért, tehát nem nemzetek közti, mert az annak vége lesz egyszer. És nyomon lehet követni, és onnantól kezdve, mert nem tudom megokolni, hogy miért fegyverkezett még mindig. Tehát ez a lényeg. Tehát mondom, nem érdemes ezen foglalkozni, hogy hogy nevezzük őket. Minden kornak megvolt a megfelelő. A mai kornak a terrorista. De azért mégis, mert ha ezt leveríted a pusztában, nem fogják érteni a lényeg azt a szót, hogy terrorista. De ahogy ma mindenhol van televízió. Mindenki. Hát a televízió azért van, hogy ezt értsük. Hát azon nem fogják érteni, abszolút nem. És van egy mondás, hogy gazdagok háborúja a terror, gazdagok terrorja a háború, a szegények háborúja a terror. És 1848-49-ben azok a magyarok terroristák lettek volna a császár szemszögéből, akik felkeltek. A Táncsics, a Kossuth, a Petőfi, mind terroristának lenne bélyegezve. Ugyanígy terroristának van bélyegezve az Ázsiában az a szabadságharcos. És a szabadságharcos valójában is nem terrorista. Azt csak mi mondjuk rá az elnyomó hatalom által, hogy Osama Bin Laden egy terrorista. Ez kétségtelen, mert terrorista, mert a Bushnak a barátja. De nem azért, mert szabadságharcos van, azért terrorista, mert a Bushnak a barátja. Hát meg, hogy ők. Na most, amit ők, viszont akartam mondani, ők nevelték ki föl. Hogy olvasnak az emberek különféle szifiket, ugye a robotika törvényeit én most nem fogok tudni elmondani, de úgy gondolom tudják, hogy miről van szó. Nézzük az ember szemszögéből ezt az egészet. Nem volt ebbe a filmbe agresszivitás az ember és ember között. Nem volt gyilkosság, nem volt semmilyen bűnözés, nem volt túlnépesedés. Ez egy nagyon pozitív dolog. Ha egy robot nézi, akkor azt mondja, hogy ezt mind az emberért teszem. Bár a túlnépesedést a szomszéd képviselte. Igen. Azért, hogy túlnépesedés. Vagy nem tudjuk, hogy volt-e túlnépesedés. Hát nem volt túlnépesedés, mert ugye betartja, ad nekik enni, és pont annyi embert hoz létre, amennyit még tud etetni. És gépek végeznek el mindent. Tehát ezért mondom azt, hogy itt szabályozva minden gépek által. Az más kérdés, hogy az ember elveszti az emberségét, nincsen neve, csak egy száma. De ez az ember szempontjából, a túlélés szempontjából tökéletes. Igen, a főszereplő mondta, hogy az autokráciában nem a dolgok hiányoznak, hanem a szív. Tehát a keretrendszer az tökéletes, csak nincs benne semmi. Ez kétségtelen igaz, így. Hát akkor most én jövök a sorban. Tulajdonképpen most volt időm gondolkodni, hogy mindenki beszélt, és arra jutottam, hogy ebben a filmben az a különleges az összes eddigi ilyen sci-fi, meg futurisztikus történethez képest, hogy itt tényleg nem parancsol senkinek senki. A diktatúrákkal ellentétben itt nincsen parancsnokás. Ez benne a novum kétségtelen. Viszont tulajdonképpen az embernek ebben semmi funkciója nincsen. Ez az a gép az nem parancsolt? Nem parancsol, nem. Ő valahogyan szádba adta, vagy a gondolat, vagy valahogyan... Nem, ez belülről jött szerintem már. Nem úgy, hogy belülről jött? Igen, semmiféle felszólító mondat nem volt benne, hát ez a lényeg. De a felszólító, nem csak a felszólító volt parancs igazából. Tudom, hát ez egy... Manipulál. Persze, manipulál, de nem parancsol. Akkor manipulál, akkor mégiscsak vezetés, a parancsolás is egy vezetés. Igen, de a parancsolás csak egy fajtája manipulációnak, a manipuláció lehet másféle is, mint ahogy láttuk ebben. Hát akkor a manipuláció egy magasabb rendű, mint a parancsolás. Hát tágabb, nagyobb. Tehát akkor a kisebbre azt mondjuk, hogy az nem volt benne, és ez pozitívum, de viszont a magasabb benne volt, ami meg mindenki által rossz. Na jó, akkor... Ja, akit megmanipulálsz, annak már nem kell parancsolni. Na, mert belülről jön, ez olyan, mint az öncenzúra, nem? Tehát van a cenzúra, és van, amikor már nem kell, akkor nem kell cenzúra, amikor már öncenzúra van. Igen. Hát ez világos. Hát mindesetre én csak tényként kívántam leszögezni, ebben a filmben ez volt a novum, hogy itt nem parancsolt a diktatúra, hanem csak nagyon ügyesen manipulál. De kinek? Kit manipulál tulajdonképpen? Ebben az egészben az embernek, mint olyannak a világon semmi szerepe nincsen, ugyanolyan jól működne az egész gépezet ember nélkül is,
Talán még a gépeknek kevesebb ilyen tablettát, vagy mi a fenét kéne előállítani. Szóma, ha mondom, segít a gondon. De tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy ezek az emberek, ezek mennyi, milyen értelemben tekinthetők még embereknek, mert a pszichéjük teljesen megváltozik, nincsenek vágyaik, nincsenek egymás irán, egymás fölé kerekedő vágyaik sem, ami általában a társadalmi interakciókat átmegállhatja, mindenki igyekszik a másik elébe kerülni valami értelemben. Ez nincsen ebben az embertípusban, mert nem volt sem volt, tehát egészségesek lehet lenni például. A másik elé kerülés nincs, a másik fölötti hatalom gyakorlás nincs. Mindenki olyan, mint ő, tehát tulajdonképpen. Na most, hadd folytassam még, jó? Tehát ezekben a diktatúrákban, amiket elég sokat ismer a 20. század, amiben az embereket igyekeztek maximálisan elgépíjesíteni, a hitleriben, a maoiban és az észak-koreaiban, ami a mai napig is működik, ebben tulajdonképpen ilyen majdnem, hogy robot embereket állít elő az állam, viszont a vezérnek megvan az az élvezete, hogy mindenki őt ünnepli. Oké? Na most ebben a évben más élvezete nem is nagyon van. Hát jó, hát rengeteg nője van, meg annyit eszik, iszik, amennyit akar, meg mindenki neki engedelmeskedik. Oké, ezek az élvezetei. De itt ebben az embernek, ennek a kis embernek, aki bele van zárva a cellába, ennek semmi ilyen funkciója nincsen. Ezen nem élvezkedik a vezér, nem állnak ezek ki a nagy placra és újonganak, hogy éljen, nem tudom, a kopasz. Rákosinak ugye ez volt egyetlen élvezete, hasonlított is valamelyest erre a figurára. A pszichológusok megállapított, kianalizálták, hogy akut szeretet hiánya volt. Ami nem is csoda, mert hát egy elég gonosz, ronda kis emberke volt. Nem hiszem, hogy az anyukáján kívül bárki szerette volna. És akkor kivezényelte a pártokat, és akkor tapsolta, hogy éjjel Rákos, éjjel a pár, és akkor ő ettől kielégül. De ettől a cellába zárt emberkétől hogyan elégül ki a főkapasz? Ez már a finis. Hát amiről te beszélsz, a Rákosi Rosenfeldről, hát ő az még egy ilyen átmeneti állapotot. Itt meg a finisről van szó, amikor már... Jó, de ez el van enélkül az ember nélkül is. Hát ez a kopasz, hogyha nincs ez a kis ember a cellában, ugyanúgy működik az egész. A kopasz már nem is él, hát neki nem kell élni, hát ott van a cellatár, vagy a produktum, nem? Hát ott a produktum kész, neki már rá már nincs is szükség, hát ilyen egyszerű. Aki vezeti az egészet, arra nincs szükség? Itt már nincs. De akkor minek van az egész? Képek azt gondolják, hogy az embernek szüksége van egy ilyen istenképre, hogy nem tudom, és akkor csak oda van. Ja, hogy neki van szüksége ennek a kis embernek. Aha, mint az étel. Azt is el lehet képzelni, hogy ül az irodájában, ha egy ilyen baromi nagy képernyő van, és akkor azért rengeteg ilyen kis képernyő, az több százezer kamera, így figyeli az autokráciában, hogy minden egyszer így állnak az emberek így, és akkor így néznek lefelé, mint az, hogy felülről néz rájuk a képernyőt, és akkor jönnek így nagyon örül, hogy jaj, de jó, anyájam. Hát így, igen, ez is egy lehetséges magyarázat. Igen. De nekem azt tetszik, amit te mondtál az előbb, hogy tulajdonképpen nekik van szükségük a kopaszra. Nem a kopasznak rájuk. Lehetséges. Igen. Hát a kopasznak is szüksége van rájuk, mert a kopasznak az a célja, hogy egy csomó agyhalott ember legyen a világon. A kopasz maga a tabletai. De különben ő nem lehetne fölvegyíteni. Nem lehetne mi? Hát ha nem lenne sok agyhalott, aki fölnéz rá, akkor ő nem lehetne fönt. Hát épp ez a célja, hogy ezeket termelje. Egyébként van agresszió a filmben, hogy ne lenne. Hát amikor elkezd a terroristát kiabálni a gyerek, az agyhalott gyerek, a szakállásnak, hát az a legnagyobb agresszió. Hát figyelj most, a földvédőkre is ugyanezt kiabálják, hogy mit akartok ti? Hát a Fidesz azt mondja, hogy meg lesz védve a föld. És ők meg fújolnak ránk, hogy hát mit akarunk mi? Azért, mert agyilag terroristák vagyunk. Szíve még van. Hát érted, szóval még a szíve még... Tehát ennél nagyobb agresszió nincs, hogy az agyhalottak mondják meg a látóknak, hogy ti hülyék vagytok.
ennél nagyobb agressziót nem tudok elképzelni. Hát, hogy a világban, és ez a média. Hát, ha a szíved. Hát, hogy a Bálint már nem jött hiába, én kiváló ötleteket, hogy egyébként a másik. És elmenekül a gyerek, de mondja, hogy majd visszajön, ugye? Nem mondja, hogy vissza is jöhet akár, nyitva volt a kérdés, hogy visszajön-e. A hasadékot nyitva. Igazából az volt, hogy amikor ezeket a jelenteket forgattuk, amiben a betörő megjelenik, ezt este kezdtük el, hétköznap, és éjjel egyik forgattuk, és hát másnap reggel kiállni kellett, úgyhogy igazából a végén már nagyon szerettük volna egy befejezni, és akkor így a végén találta ki a betörő szerepét játszó Törvény Zseletki Tamás, hogy ez neki így nem tetszik, mert így olyan rossz, hogy ő ott hagyta azt a másikat drogozni. És hogy miért nem viszi magával, vagy valami. És igazából, hogyha ezt egy kicsit hamarabb felvetést az ötletet, akkor úgy módosítottuk volna a dolgot, mert plusz két felvétel kellett volna hozzá, hogy legyen egy olyan alternatív befejezés, hogy utána kimegy és meglátja a napot, és kimegy és látja, hogy nem kell meghalni a természettől, utána visszamegy a cellába és kiviszi magával a másikat. Ez még meg lehet. És a második rész. A második rész így kezdődne egyébként konkrétan ezzel, hogy visszamegy érte. De mi az a fókusz húzó? Ki ott. Mit csinál a fókusz? A kamerán állítja az élességet. Külön ember állítja az élességet. Nem gép. És a régi filmben kész kell hozzá. A fókusz húzó, ami felvényi idejére, vagy mit tudom. Mert... az kihúzta a fókuszt. Nem lehet, hogy nem volt csak más, hogy hívták. Egy fókusz nélkül dolgozott. Más, hogy hívták, mert nem volt még a jó minőségű a képnek, hogy ez annyira számított, hogy megviszik. Jó.